Na, két csinos hölgyel, itt vagyok a szürike hátán, két csinos, nem hölgyel vagyok a hátán, hanem két csinos hölgy van itt mögöttem, Cseperke és Mira. Hopp, Mirussal ki is megyünk a, itt ki is megyünk kerepet. Szerbújsz! Na, itt van a kis cílukám, most már itt tartunk, hogy kiraktam palikba, kétszer megcsapta az áram, de nem baj, és respekt kellett neki ahhoz. Most már elmerem ide kiengedni, jó, meglongyoztam őt, annyira friss ne legyen, mert az volt, és most már ezt is elértük, hogy itt van ki, most már másodszor van ki. Na, ki van itt direkt mögöttem, hogy hívják a hölgyet? Hogy hívnak? Mira? Mögötte Cseperke? És én jó magam, így vagyunk hárman, a vágta pályán, de csak ügetni fogunk, és aztán Mirával meg kimegyünk, csinálunk egy diagonálos 8-as, és militári kentrét. Na, lédiszkém, elindulunk trappot, jó? Ügetést! Trotti, jó! Gyertek, babám! Hogy? Csak annyi volt, azt állt, fölvettem. Egy ugrálás volt csak. Amikor meglátott minket, már megállt. Figyeltem direkt. Hát de figyeljük, így van. Jó. Persze, Cseperke itt maradt benn, még egy kört rappolunk. Gyere. Na. Ne gurulj el. Banya. Banyák banyája, ne gurulj el. Majd Svicike mellett, akkor inkább elsétálunk, jó? Tehát nem, pillanatra megijedt, nem? Aztán ott állt szépen. Még fel is vettem őt, úgyhogy nem volt katasztrófa, de hát jó van. Szokni kell, akkor a katasztrófa nem volt. Majd beáll szépen, ha rendszeres lesznek itt a kint lét. El tudjuk kezdeni. Lépés! Svicike, jövünk, édes banyám! Gyere, édes banyús! Jó van, na! Svici! Jó van, kislány, jó van! Jó van, banya! Jó! Na jó.